Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Az elmúlt 15 év alatt négyszeresére emelkedett a Debreceni Egyetemen tanuló külföldi hallgatók száma. Idén 1825-en választották az intézmény angol nyelvű képzéseit, ami 135-tel több, mint a tavalyi létszám. A következő percekben ennek okaira keressük a választ Jenei Attilával, a Nemzetközi Oktatási Koordináló Központ igazgatójával. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Éppen egy héttel ezelőtt Bartelek rektor helyettes úr már beszélt arról érintőlegesen, hogy a külföldi hallgatók száma megnőtt. Idén többen választották a Debreceni Egyetemet, mint tavaly. Minek köszönhető, és hát ugye a bevezetőben említett szám is nagyon jelentős, hogy négyszeresére nőtt másfél évtized alatt. Minek köszönhető elsősorban a tapasztalatok alapján ez a népszerűség? Ez elsősorban a Debrecen Egyetem növekvő népszerűségének természetesen. A világban több mint 100 országból érkeznek hozzánk hallgatók, és a magyar kormány által néhány évvel ezelőtt beindított stipendium hungarikum programnak köszönhetően a hallgatói létszám elég drasztikusan emelkedett az elmúlt két évben. Ez a növekedés is részben ennek tudható be, részben pedig annak, hogy most már 13 karunkon 58 angol nyelvű szakot kínálunk, és ezekre az érdeklődés örvendetes módon egyre inkább növekszik. Hát nyilván azért ez önmagában is generál egyfajta érdeklődés, de ez a központ, ami működik a Debreceni Egyetemen, és kifejezetten az a célja, hogy segítse a nemzetközi oktatást, milyen munkát, tevékenységet végez azért? Ez nem csak annak köszönhető nyilván, hogy az egyetem új szolgáltatásokat, illetve új képzéseket nyújt angol nyelven. Ez egy elég speciális központ. Én azt gondolom, hogy Közép-Európában is ritka, amikor egy egyetemen belül működő stáb azon dolgozik, hogy az egyetem képzéseit a világ összes pontján hirdesse, illetve olyan partnereket keressen, akik ebben a toborzásban részt vesznek. Ezt több mint 20 éve indította el a Debrecen Egyetem egyik jogelődje, a Debrecen Orvostudományi Egyetem az orvosképzéssel, és több mint 10 évvel ezelőtt csatlakozott hozzá az egyetem többi központja, majd később többi kara. Ezen karok, illetve talán ezen belül is mely szakok azok, amelyek a leginkább érintettek, legnépszerűbbek a külföldi hallgatók körében, hol van a legtöbb nemzetközi kapcsolat? A sláger természetesen a világon mindenhol az orvos-fogorvosképzés, de létszámban, illetve új hallgatói létszámban a műszaki képzések felsorakoztak. A műszaki képzések terén rettenetes bővülést tapasztalunk, illetve informatikus közgazdász képzések azok stabil, jó néhány országból érkező stabil hátterét biztosítanak. Ugye azt lehet tudni, hogy talán Nigériából érkeznek a legtöbben. Vannak-e azzal kapcsolatban tapasztalatok, visszajelzések, lehet-e azt tudni, hogy miért éppen ebben az országban, vagy vannak-e akár földrészekre vonatkozóan érdekességek, hiszen számomra meglepő, hogy nem európai országok, hanem mondjuk Nigéria adja a legtöbb külföldi hallgatót, tehát mi lehet ennek az oka? Az a legfontosabb kérdés, hogy mely országokból van nagy számú érdeklődést külföldi képzések után, és ebben Nigéria az egyik hatalom. Az Egyesült Királyságban több ezrével érkeznek, több tízezrével inkább évente a brit felsőoktatásban Nigéria hallgatók. Mi ennek talán az oldalvizén vagyunk, és megpróbálunk ebbe az üzletbe, ami egy hatalmas üzlet Ausztráliának, illetve az Egyesült Királyságnak, hogy Nigériából hallgatókat hozzunk. Természetesen az európai képzéseket, ha áttekintjük, akkor műszaki képzésekre, illetve olyan képzésekre, amit a Debrecen Egyetem kínál, helyi hallgatóknak kvázi ingyenes a képzés. Tehát fizetős, önköltséges formában itt tanuló nagyszámú európai hallgatóra nem számíthatunk ezeken a képzéseken. Nyilván itt is az orvos-fogorvos képzést kivéve.
Tudunk egy olyan statisztikát is mondani, hogy az ország összes külföldi hallgatója, az ország összes egyetemi hallgató külföldiek közül 17% a debreceni egyetem részesedése. Ez óriási szám. Mi lehet ennek az oka? Van-e ennél több az országban? Tehát ez listavezető ezzel az egyetem? És minek köszönhető tényleg, hogy akár az országban is vezető tud lenni? Sokféle statisztikát lehet mondani. Ezzel a több mint 5000 hallgató, általán 5500 hallgató lesz külföldi hallgató az idén a Debreceni Egyetemen. Mi listavezetők vagyunk. Százalékos formában nem nagyon tudunk listavezetők lenni, ha a külföldi hallgatók százalékos arányát tekintjük, mert egy specifikus szakegyetem, mondok egy példát, az állatorvostudományinak százalékban mindig több hallgatója lesz, mint a Debreceni Egyetemnek, de ez 5500 hallgató angol nyelven, több mint 100 országban, ez Közép-Európában is, Közép-Kelet-Európában is párját ritkítja, tehát nem találunk még egy olyan egyetemet, ahol ennyi országból ennyi hallgató angol nyelven tanul. Azért itt több mint 5000 külföldi hallgató, ami várhatóan most szeptembertől lesz a Debreceni Egyetemen, a 30 ezres diákságon belül egy nagyon jelentős szelet. Hogyan tudnak ők a maguk kultúrájával kicsit talán részesei lenni az egyetemi polgárságnak, integrálódni adott esetben, vagy hozni azt, amit ők otthonról tudnak? Én azt gondolom, hogy ez egy lassú folyamat, az integráció is. Amikor mi ezzel elkezdtünk foglalkozni a 90-es évek elején, akkor egy komoly határ volt a külföldi és magyar hallgatók között. Most már egyre több buliban, egyre több rendezvényen megtaláljuk őket közösen. A kulturális különbségek, én azt gondolom, hogy nem nagyon jönnek ki, mert itt ezen az egyetemen azért a tanulásról szól az idő 80%-a, és a szabadidőben, amikor mással foglalkoznak, akkor nem olyan nagy az átfedés a magyar és a külföldi hallgatók között, de rengeteg olyan rendezvényünk van, az egyik ilyen, amit most már a város is azért a hírekből észrevesz, a tavaszonként megrendezett úgynevezett Food Day, International Food Day, ami egy hatalmas rendezvény már az egyetem főépülete előtt, és ez mind a magyar, mind a külföldi hallgatók által várt komoly rendezvény. És nem beszélve arról, hogy az egyetemi bulikban, tehát a szerda esténként ti bulikban azért a külföldi meg a magyar hallgatók együtt szórakoznak. Meddig maradnak ezek a hallgatók hazánkban? Vannak-e, nyilván minden élethelyzet más, de vannak-e arról statisztikák, hogy elvégeznek egy évet, aztán hazamennek ösztöndíjasként, vagy elvégzik a teljes, mondjuk orvostudományi képzést, aztán netán itt maradnak, lehet-e követni egy picit az életpályájukat, hogy mit jelent számukra Debrecen, a Debreceni Egyetem az életükön belül? Hát az életükön belül egy nagyon fontos rész, ők itt fiatalok, itt töltik el azokat az értékes éveket, amire mindannyian eléggé speciálisan emlékszünk vissza. Én úgy gondolom, hogy szerencsére a hallgatók jó része vissza szeretne menni saját országába, és ott szeretné hasznosítani azt a tudást. Mindezek mellett számos verziót láttunk tajvani hallgatót, aki Németországban töltött el néhány évet még a diplomák szerzése után, és aztán ment vissza, vagy esetleg már az Egyesült Államokban landolt, akár olyanokat is láttunk, akár még más szakmát választott, és a master képzésen egy kicsit már módosult az irány. Ami azért elmondható, hogy szinte mindegyik hallgató itt megszerzi a diplomáját, és azzal a diplomája vagy egy mesterképzésre szeretne jönni, ugyancsak a Debrecen Egyetemen, vagy a hazájában szeretne boldogulni. És akkor végül nagyon röviden össze lehet foglalni, hogy meddig húzható még ez a szám. További terv a dinamikus növekedés, fejlődés, évről évre több hallgató jöjjön, vagy azért van egy egészséges határ? Van egy egészséges határ. Ettől lassan kezdek rettegni, mert amióta mi ezt csináljuk, akkor mindig fentebb mentek a számok. Én azt gondolom, hogy az egészséges határ még egy picit arrébb van.
de ilyen négyszeres növekedésekről már nem tudunk már beszámolni, mivel ez a szám, ahol most járunk, ez több mint 20%-a a nappali tagozatos magyar hallgatóknak. Tehát én azt gondolom, hogy e körül fogunk valahol megállni, és ezt próbáljuk majd stabilan tartani. Akkor ehhez a munkához nagyon sok sikert kívánunk, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. A fizikai, testi betegségek hátterében nem ritkán mentális, lelki okok vannak. Ez nem újdonság az orvostudományban, mégis elég kevésszer esik szó erről az oldalról. A Debreceni Egyetem Kenézi Gyula Egyetemi Kórház ezen szeretne változtatni, elindítva a Lélekfürdő elnevezésű programot. Hogy mi is ez, arról Móré Csabát, a felnőtt pszichiátriai osztályvezető főorvosát kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, hát kezdjük akkor azzal, hogy mi ez a lélekfürdő, miért indítja el az egyetem ezt az egyébként nagyon különleges és talán nem is túl gyakori programot. Hát valóban nem gyakori. Ezt az országban úgy tűnik egyedülállóan mi kezdjük először itt az egyetem munkatársaival, és alapvetően arra a felismerésre épül, ami azt gondolom, hogy nem felismerés, hanem, hogy így mondjam, józan paraszt észre gondolkodva is tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sokszor az, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan érzünk, az nagy mértékben kihat a szerveink működésére. Hogy csak példaként akár egy fekét hozzak föl és említsek, de akár csak egy szívinfarktust is mondhatnék. Úgyhogy gyakorlatilag nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gondolkodásunk, a mentális egészségünk, annak a rendben léte, az gyakorlatilag nagy mértékben megalapozza egyrészt a primér prevenciót, tehát a megelőzést, másrészt pedig a szekunder prevenciót is. Tehát ha valaki túl van egy nagyon komoly korszakon, akkor bizony nem véletlen, hogy abba került. Annak idején több alkalommal voltam Kínában tanulmányúton, és ott például egy írásjele van a krízisnek, és egy írásjele van a lehetőségnek. Tehát amikor belekerülünk egy krízisbe, annak van egy üzenete. A betegséget kicsit úgy is mondhatnánk, nyilván nem minden betegségre igaz ez, de nagyon sok esetben igaz, hogy üzenet. Üzen a test, hogy valamit másként kell csinálnunk. Talán érdemes elgondolkodni az életünkön, a szokásainkon, a gondolkodásunkon, szakszóval sémáinkon, és ezzel együtt, hogy így mondjam, bizonyos változtatást is talán érdemes végeznünk. Hogyan segít ezen a lélekfürdőnek elnevezett program, hiszen azért ez nagyon kézzelfogható segítséget jelent? Magyarországon, illetve a mi nyelvünkön a lélek és a pszichiátria az nagyon sokszor összefonódott. Én inkább a mentális állapotot emelném ki. Tehát a mentális egészségünk nagy mértékben megalapozza azt, hogy a testünk is hogy van. A lélek ilyen szempontból került be ebbe a képbe, hogy egy olyan kéthetes programot egyelőre terveznénk, amelynek a délelőtti időszaka megfelelő struktúrált egyetemi szakemberek bevonásával, pszichiáterek, pszichológusok, foglalkozásterapeuták, adott esetben a hit kérdésében járatos teológus bevonásával, vagy gyakorlatilag gyógytornász bevonásával. Szeretnénk egy picit feltárni, megmutatni azt, hogy mennyi összetevője van annak, hogy az egészségünk az nem csupán egy biológiai eredmény. A biológia, a bio, a pszicho, a szoció és a spirituális harmónia megléte, ugye a WHO szerint is ma már az egészség. Mi, hogyha a nyugati típus orvoslást nézzük, és nagyon komoly eredményeket ért el egyébként, azért mindenképpen tapasztalhatjuk, hogy az elsőre fókuszál, a biora. De nem minden esetben sikerül ezáltal, hogy így mondjam, megelőzni az újabb betegséget. Ezért nagyon fontos, hogy a másodikra, tehát a pszichora, a társasági életünkre, a szocióra, illetve a spirituális létre is koncentráljunk. Ezért ebben a programban a délelőttöket igyekeztünk úgy összerakni, olyan struktúrált témákat válogatni, ami segít abban például, hogy a rugalmasságunk milyen legyen. Ez más szóval reziliencia. Ennek 8 összetevője van, és bizony, hogyha ez nagyon-nagyon rigid lesz, nagyon-nagyon rugalmatlan valaki, akkor tudjuk azt, hogy az izom például könnyen szakad. De mennyire ismert az, hogy ha a mentális állapotunk úgymond nem reziliens, akkor egyes szerepeinket nagyon könnyen tudjuk elveszíteni. És ezért nagyon fontos, hogy ebben is egy picit tájékoztatást adjunk a klienseinknek.
Nem beszélve arról, hogy manapság rengeteg változás vesz minket körül. A változás szó az egy egyszerű szó, de hogy mi ez a viszonyunk? Mi az, ami megfogalmazódik? Vagy a felelősség? Az is egy nagyon egyszerű szó, de mi az, ami eszébe jut valakinek rögtön, esetleg érezze valamit a szó kimondása kapcsán. Ezt is nekünk ugye át kell egy picit gondolnunk, és adott esetben segíteni és változtatni. Ennek kapcsán ennek megfelelően struktúráltuk, illetve alakítottuk ki azokat a programokat, amely az első két hétben, tulajdonképpen az első hétben a biora és a pszichora koncentrál, a két hétnek a második fel, tehát a második héten, délelőtt pedig a szocióra és a spirituálisra koncentrál, mondjuk úgy, hogy egyfajta életmód jelleggel. És délután, és ez pedig egy nagyon komoly és új része, hogy tudjuk azt, hogy mennyire fontos a placentális lét. Nagyon fontos, hiszen akkor édesanyja méhében egyfajta nyugalmat találhatunk. Nem szabad elfeledkezni a gyógyvizek gyógyító hatásáról nyilvánvalóan, abban az értelemben, ahogy azt a mozgásszerű betegek, a reumatológiai betegek megtapasztalhatják. De mentális értelemben, pszichés értelemben is nagyon komoly gyógyító hatása van annak, hogy vízben megfelelő gyakorlatokat végzünk. És gyakorlatilag így kihasználva a gyógyvíz, Debrecenben a gyógyfürdő adta lehetőségeket, és az, hogy itt van ez a fajta, hogy így mondjam, mentális központ, ami a pszichiátriai klinika és a Kenézi Gyula Egyetemi Kórház felnőtt pszichiátriai osztályát támaszkodik szakmaiságában, azt gondolom, hogy már adta a lehetőség, már itt a lehetőség, hogy akkor miért tegyük ezt a kettőt össze. Piszkál engem egy kérdés. Ugye annak ellenére, hogy ez egy abszolút tudományos dolog, a WHO megítélése vagy megfogalmazása is ezt támasztja alá. A józanparaszti ész is ez diktálja, hogy ezek minden is hangoztak. Mégis Debrecenben van itt az országban először, de világszinten sem feltétlenül kerül akkora hangsúly erre a témára, erre a kérdésre, mint talán kellene. Miért? Hiszen azért itt ez a legutolsó dolog talán, de például rengeteget lehetne az egészségügyben anyagilag is spórolni azon, hogyha megelőznénk betegségeket, de mi magyarok tudjuk, hogy azért több felmérés alapján elég stresszesen élünk. Fontos lenne ez a kérdés, mégis Debrecenben merült fel ennek a kérdése először. Miért van ez ennyire elhanyagolva ez a téma? Nagyon sok esetben azt tapasztaljuk, hogy egyfajta, mondjuk úgy, hogy korszakváltás előtt állunk. Abból a szempontból is, hogy az egészségügytől nem várhatjuk csupán az egészségünknek a létrehozását. Ez nagyon fontos, hogy ezt mi is el kell, hogy ismerjük, hiszen az egészségünkért 10-15%-ban tud az egészségügy tenni. Márpedig, ha ez így van, akkor ugye nekünk erről illik tájékoztatni, azt gondolom az embereket, hogy valahol van egy egészségismeret, egy egészségtudatosság és egy egészségkészség. És ezt az egészség ismeretet átvinni egészségkészségbe, ez egy folyamat. Tehát egyfajta nem is rehabilitációról, hanem habilitációról van szó. Egyfajta képzési folyamatról, amiben szeretnénk megmutatni azt, hogy az ismeretanyag, ami rendelkezésre áll, akár az egyetemen, akár a pszichiátrián, akár egyéb területen, az mennyire, ha összerakjuk, mennyire fontos lehet abban, hogy olyan pilotot talán hozzunk létre, amely bízunk abban, hogy az ország más területén is kaphat lehetőséget, és egyfajta utat indíthatunk el. Kifejezetten a lélekfürdő programnak egyébként mennyire van lehetőség az egyénnel foglalkozni, hiszen nyilván mindenkit az érdekel elsősorban, hogy ő maga hogy tud megszabadulni akár azoktól a veszélyes dolgoktól, amik az egészségre is kihatással lehetnek, vagy hogy tudja oldani a stresszt. Tehát aki mondjuk egy ilyen kéthetes, mondjuk így kurzust elvégez, az mennyire tud személyes tanácsokat kapni? Nagyon szeretnénk, hogy egyéni felmérés történik a programban már az első napján. Egyébként van egyfajta szűrés, és azt követően már az első nap van egy egyéni felmérés. Ez egyrészt a mentális állapotot illetően, és adott esetben valóban reumatológiai, kardiológiai szakemberekkel együtt a testi állapotot illetően is. És ilyen szempontból az egyénre szabott, személyre szabott, mondjuk úgy, hogy tanácsadási lehetőség is fontos. Csoportok is vannak, és csoportok is lesznek,
de a délutáni időszakban, amikor egyéni kezelések folynak most a fürdőgyógyászatot illetően, akkor pszichológus, pszichiáter munkatársak is részt vesznek délután is a programban, ahol lehetőség van egyéni egyeztetésre, egyéni megbeszélésre, és egy kicsit azt mondanám, hogy bizonyos tulajdonságainknak a feltárására olyan módon is, hogyha adott esetben van egy tulajdonságunk, egy példát tudnék kiemelni, ami az egyik szerepünkben hasznos, nevezhetném ezt mondjuk az agresszivitás, és hogyha valaki egy 16-oson belül egy csatárként ugye ott van, akkor tudjuk az, hogy mennyire fontos ez a tulajdonság, és semmiképpen ne hagyja a labdát oda a védőnek. De hogyha ugyanezt a tulajdonságát otthon, a párkapcsolatban, akár a saját nappaliában, a saját gyerekével gyakorolja, abban a szerepben már nem feltétlenül. Tehát egy picit megismerni magunkat, a szerepeinket, és a szerepeinkhez való viszonyunkat, és tudatosan formálni azt a viselkedési palettát, ami van a helyzetnek megfelelően. Ez például egy nagyon fontos célunk, hogy ezt megtanítani, tehát ilyen szempontból mondjuk úgy, hogy nem túlélni helyzeteket, hanem megélni, benne lenni, és örömmel kihozni magunkból a legjobbat lehetőség szerint, egy picit tudatosabban. No, hát én úgy látom, hogy kicsit a folyamat elején járunk, úgyhogy én sok erőt meg bölcsességet kívánok ahhoz, hogy ez elérje a célját, és egészségesebb legyen a társadalom ilyen formában is, és köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm. Eddig tartott ma az Esti Közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.